2011-ben indított két alkalommal a kisebbségi ombudsman vizsgálatot Gyöngyöspatán. Az ombudsmani jelentés, az alapjelentés is, és az utóvizsgálati jelentés is azt állapította meg, hogy a cigány gyerekeket elkülönítve oktatják Gyöngyöspatán, és az jogellenes. A gyöngyöspatai Megcsei Demeter általános iskolát 2011. október elején pereltük be, azt hiszem október 14-én, és azért, mert az osztályok között szegregál, azaz cigány és nem cigány osztályokkal folytatja az oktatást. A felső, a padlás téren ott egyáltalán cigány nincs, csak a lent a földszinten egy-kettő osztályban van cigány. Többször is jártunk Gyöngyöspatán, és a felvételeken is nagyon jól látszik az, hogy amikor a tanévnyitó ünnepségen felsorakoznak ugye a gyerekek osztályonként, akkor hát látszik, hogy a soroknak a jobb oldalára voltak rendezve a cigányosztályok, a bal oldalon a nem cigányosztályok, és ez így annyira szembetűnő. De aztán bementünk az osztálytermekbe is, világosan látszott, ami az ombudsmani jelentésben le van írva, hogy a földszinten roma osztályok vannak, akár még úgy is, olyan áron is, hogy ugye nem tesznek ki egy teljes osztályt, és akkor összevonják második, harmadik osztályból. Ti vagytok a hanyadik osztály? A második, harmadik. Senki nem szereti azt mondani, hogy én most akkor szegregálok, ide lőjetek, felvállalom, hanem mindig kitalálnak fedő sztorikat. Az egyik sztori Gyöngyöspatán az, hogy a cigány gyerekek később iratkoztak be, és nagyon sajnáljuk, de ugye töltjük felfele az osztályokat, és hát úgy sikerült, hogy a 16 létszámos osztályokat feltöltöttük április végére, és ami ezekben többségében nem cigányok vannak, és mire a cigányok beestek ide jelentkezni és beiratni a gyereküket, akkor már csak a 10 fős létszámú osztályok maradtak meg. Hogyha a spontaneitásra bízza az iskola igazgatója a kérdést, akkor ezzel már jogszabálysért. A másik fedő sztori az pedig az, hogy felküldik ezeket a gyerekeket egy vizsgálatra Egerbe, a szakértői bizottsághoz, és akkor a szakértői bizottság azt mondja, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem vagy sajátos nevelési igényű. Egy sor teljesen normális, átlagos képességű cigány gyereket a sajátos nevelési igényű osztályban láttatok, tehát hogy nagyobb arányban és teljesen alaptalanul diagnosztizálnak sajátos nevelési igényűnek gyerekeket. Ha nem sajátos nevelési igényű, akkor csak ezzel a sima egyes számú fedősztorival lehet külön cigány osztályba tenni, hogyha sajátos nevelési igényű, akkor még több pénzt lehet utána kapni, hogy szegregáltan oktatják az SMI osztályban, és kapnak érte kétszer vagy háromszor akkora fejkótát az államtól, mint hogyha normál osztályban oktatnák, normális gyerekként. Voltam velük egy erdben, kaptunk egy kis buszt is, azt a tanácsáltam. Ott megállapítsák náluk, hogy milyen foglalkozást kaphatnak, és a többi. Egy első kapit meg kapja a tanár, hogy milyen képzést kapnak a gyerekek. A másikat kiküldik postán. És mit értek a... Hát a fogyatékos, középfogyatékos, a kettő meg enyhén. Egyszer a tanár így, hogy tudja őket tanítani, ötödikeseket, a hatodik, hetedik, meg a nyolcadikosokat. Igen, csak a van. Ott van az esenis osztály, amiről elmondja a tanítónéni, hogy ő szakképzett ember, sokkal jobb, bár összevonva vannak, de hogy mennyivel jobb a gyerekeknek ott, mert hogy képzeljem csak el, hogyha beraknák őket a normál osztályba, mint ahogy ezt ugye a szakértői javaslat kéri, hogy integráltan oktassa őket, hát ott csak hármast kapnának. És gondoljam el, hogy mennyivel jobb az, hogyha itt ötöst kapnak, és sokkal nagyobb sikerélményük van. A szegregáltan tanítandó gyerekek közé olyan gyerekeket is besoroltak, akiket a szakértő és rehabilitációs bizottság integráltan nevelhetőnek minősített. Hetedikes vagyok, és a negyedikes könyvig kell tanulnom. És ez az baj. Egy hetedikes lánynak, hogy negyedikes tankönyvből hogy lehet írni, meg tanulni. Betűket kell bűzíteni. Ha egy összevont osztályt tanít egy pedagógus, akkor természetesen az adott évfolyamnak megfelelő ismereteket kell átadni. Tehát az ötödikesnek az ötödikesekre tartozó információkat, a hatodikosoknak a hatodikost, és így tovább. Tehát a pedagógus számára ez rendkívül nehéz feladat, megosztott figyelmet jelent, és
nagyon sok munkát. Tehát a földszinten, meg az emeleten más szolgáltatást kapnak a gyerekek. Nem fognak olyan tudással rendelkezni a földszintiek, mint az emeletiek. Ez akkor is szegregáció, hogyha egy-egy jobban szituált cigány gyereket azért beengednek a többségi osztályokba. Én úgy magyarok, Krisztián, ő magyar osztályba jár, és állandóan izének vele is, még a magyar kisgyerekek is mondják neki, hogy miért nem tűz már, minek vagy, miért ott meg ilyenek. Másodikos, most megy harmadikba. Fölve lettek csőtérben. Ez az iskola, ez kész káosz cigányok szempontjából. Ez a fizikai elkülönítés, úgy hallottam, az étkezés során is megvan. Igen, ezt elmondták, hogy tavaly is így volt, idén is, hogy külön viszik a cigány gyerekeket az ebédlőbe. Ebédlőben úgy van, hogy egyik helyiségben vannak a cigány gyerekek, de ott még magyar nincs. De van egy másik elzárt hely, ahol a magyaroknak már megvan terítve. A napközire panaszkodtak még, hogy nem lehet napközi, és az, akinek ugye nem dolgozik mind a két szülője. A napközibe miért nem jár kicsi? Mert az a kifogás van, hogy mind a két szülőnek kell, hogy dolgozzon. És mit tudunk a többi gyerekről? Hány gyerek jár napközibe? Cigány nem jár, napközben én legalábbis nem tudok róla. Az önkormányzatnak volt egy rendelete, amely szerint azokat kell fölvenni a napközibe elsősorban, akiknek az édesanyja dolgozik. Az iskolaigazgató ezt a szabályt szűkítette, és úgy vett fel gyerekeket a napközibe, akkor vett fel gyerekeket a napközibe, ha mindkét szülőjük dolgozik. Tehát ezzel oly mód, úgy szűkítette le a lehetséges, a potenciális napközis kört, hogy az nagyobb részt a halmozottan hátrányos helyzetű és cigány gyerekeket érintett. A férjem is be volt hívva dolgozni, ő is 4 óráig dolgozott, én is be voltam hívva 8 órásba dolgozni, és nem engedték napközibe. Tehát mert ugye az a szabály, hogyha mind a két szülő akkor menni kell napközi, mert már eleve kire hagyjam őket. Hát most hiába, hogy 8 éves, meg 11 éves, de egymaguk nem hagyhatom őket. Próbáltak betenni? Próbáltam, igen, beszéltem már jegyzővel is, és azt mondom, menjek az iskolába. Az igazgató meg szóba sár velünk. A WC használat, az többször előkerült már mindenféle írásos anyagba, hogy mint kifogás, hogy azért kell a földszinten lenni a roma gyerekeknek, mert hogy nem tudják használni a WC-t, és ezért a földszinten ők, nem tudom miért, külön WC-t kell, hogy használjanak. Amikor az óvoda látogatáson voltunk, mondja az óvónő, hogy olyan nem fordulhat elő, hogy valaki 6 évesen, iskola éretten ne tudja használni a WC-t. Katasztrofális ez a WC, amit csináltatban felszoktunk menni oda, ahogy a gyerekes tanárok ott meglátok, hogy zavarnak le minket. Mert azt mondták, hogy amúgy jogosultak ahhoz, hogy felmenjünk arra a WC-re, mert minket fent külön WC, ahol mi is már. Számosan jelezték azt is, hogy az iskolai igazgató megalázza, esetenként bántalmazza a gyerekeket. Olyan panaszokat is felhoztak a szülők, illetve a gyermekek, amelyek már réges-rég történtek. Egyszer volt egy kis bajom az igazgatóval, mert a nagyobbik fiamat elsős korában a seggbe rúgta, és nekem ez ugye nem tetszett, és én veszekedtünk fel, és azóta szóba sár vele. Ilyen az igazgató. A gyerekeknél a gardistákkal ijeszget minket. Mit szokott mondani? Hogy üljünk le, vagy híja a gardistákat, hogy nézzék, hogy tanulunk. Telefont odarakja a füléhez. Hogy felhívja a gardistákat? Igen, így ütik kamugle számokat, és így. És ti láttátok a gardistákat? Igen, láttuk. És voltak is bent az iskolában egyébként? Voltak, megnézni, hogy kinkolt. Ez egy utólagos vizsgálat, nem voltunk a helyszínen pont akkor, amikor történt. Pro és kontra állítások voltak, és ebben a helyzetben az ombudsman sem mondhatja azt, hogy biztosan megtörtént az egyik vagy másik félnek, vagy azt sem, hogy nem történt meg. Tehát a gárdisták jelenléte nem volt igazolható, iskolai jelenléte nem volt igazolható. Hogy szeretnék mutatni néhány érdekes dokumentumot, amiben elismerik a szegregáció tényét.
Van egy október 14-i közgyűlés, ahol azt mondja Molnár Károly igazgató, az első A osztály normál 8 fő, egy B 10 fő és 4 fő bukott hozzá, összesen 14 fő az osztály létszám. Szegregáció van, ezek a tanulók a földszinten vannak elhelyezve. A perelni azt mi perelhetjük, illetve perelhette volna az egyenlőbánásmódhatóság, illetve az ügyészség, hogyha mondjuk a minisztérium, ami most éppen az oktatás ügyekkel foglalkozik, a NEF, mi a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, azt mondja neki, hogy akkor szeretnénk, hogyha te beperelnéd ezt a szegregáló önkormányzatot. Hivatalosan az Alperes az az önkormányzat, mert hogy ő az iskola fenntartója, ő felel az iskolában történtekért, de ugye január 1-től lesz hatályos a közoktatási törvény szerint, amikor is az állam átveszi ezeket az iskolákat, tehát a fenntartói szerepet is átveszi, és ezzel együtt a felelősséget is, tehát nem sokára a kormány lesz felelős mindazokért, ami Gyöngyöspatán történik. Azt nem tudom, hogy fog bizonyítani az Alperes, mert jelenleg még mindig nincsen jogi képviselőjük, és hát amiket beleírtak az előkészítő iratukba, az ellenkérelmükbe, az egy jogi nonsens. Felhívja a bíróság figyelmét arra, hogy ilyenkor akár kivételt is tehetne, nem kell annyira a törvényeket betartani. Felhívom a figyelmet a tényre, hogy a jogszabályok görcsös betű szerinti alkalmazása helyett hátrányosan megkülönböztetett tanulók esetében célra vezetőbb az emberiesség és esélyteremtés elvét alkalmazni. És mond egy példát, hogy a gyorvos sem kételkedne egy pillanatig sem, hogy be kell törni a gyógyszertár ablakát, ha életet ment vele, holott a betörés vagy a lopás nem jogszerű cselekedet. Tisztában vannak vele, hogy nem jogszerűen cselekednek, de hát ilyenkor ugye a bíróság is eltekinthetne ettől. Elismerik a szegregáció tényét tulajdonképpen. Tehát az a furcsa, hogy más szinten kommunikálnak a sajtóba, és más szinten ugye a hivatalos iratokban. Hazudott a Brit Guardian újságírója a gyöngyöspatai szegregációról. Helen Pitt tényként számolt be arról, hogy a falu általános iskolájában illegálisan különítik el a roma gyerekeket. Szegregáció az iskolában, kirekesztés a mindennapokban, Kanadába vágyó családok. Erről számolt be egy brit napilap újságírója egy gyöngyöspatáról szóló tudósításban. De vajon mennyi ebből az igazság? Az ombudsmani jelentés, az alapjelentés is, és az utóvizsgálati jelentés is azt állapít meg, hogy a cigánygyerekeket elkülönítve oktatják Gyöngyöspatán, és az jogellenes. A külföldi tudósító név nélkül nyilatkozó jogászokra hivatkozva azt írta, a gyöngyöspatai iskolában apartheid rendszer van. A cigányok a földszinten, a nem cigányok pedig az emeleten tanulnak, egymástól elkülönítve. Az alsó szinten helyezték el a kis létszámú homogén, vagy majdnem homogén cigányosztályokat, a fölsőbb szinteken a nem cigányosztályokat. Helen Pitt tényként számolt be arról, hogy a falu általános iskolájában illegálisan különítik el a roma gyerekeket, akik a digitális táblát sem használhatják, és az úszás oktatáson sem vehetnek részt. Tehát nem azért nem úsznak a gyerekek, mert mi megtiltjuk, hanem azért, mert nem hoznak felszerelést. Nem volt elúszni már? Még soha nem voltunk úszni, jut a iskolában egyszer sem volt. Mit csináltatok úszás helyett? Lengedtünk a padra, és őket nézhetünk, hogy úsznak. Nem úszhatunk. És mit mondanak, hogy miért nem úszhattok? Az, hogy büdös lesz a víz, meg ne fertőzzük a vizet. Az újságírónő azt is tényként írta, hogy a nem roma osztályokban digitális táblát használnak, míg a roma osztályokban hagyományosat. Digitális tábla a számítástechnika teremben, az angol teremben és 4 felső tagozatos osztályban van. Az uniós pénzből vásárolt eszközt minden gyermek használhatja. A 4. órában volt a informatika óránk, tanáltál minket felvitt. Mondta, hogy lennünk addig a gépekhez, amíg le nem kamerázott minket, hogy mit csinálunk a informatika teremben. Hányszor voltatok már ott, vagy mindig ott szoktatok tanulni? Nem, most voltunk, mi csak elsőnek fent a informatika teremben. A Magyarországon mindenhol van, mint interaktív tábla. És a másik osztály, a másik 7. osztály? Ott is van. Ott is van. És az hol találtok? Első emeleten volt? Igen. És ti hol vagytok?
Mink lent a felszinten. Az iskolában a cikk szerint apartheid van. Hát szó mi szó, itt szeretnék utalni egy óbuszmani vizsgálatra, amely két alkalommal is megállapította a magasfokú diszkriminációt, amely abból áll, hogy többségében a romákat elkülönítik, és más feltételek biztosítása mellett oktatják őket. Hát én azt hiszem, hogy a Keresztmetszet című műsor az annak az iskola példája, hogy hogyan kell rosszul szerkeszteni egy műsort. Tehát, hogyha nem akarsz biztosítani kiegyensúlyozott tájékoztatást, akkor így kell csinálni. A legérdekesebb a dologban az volt, hogy miután a Farkas János, a CKU vezető megemlítette, hogy egyébként itt van egy harmadik elfogulatlan intézmény által készített jelentés arról, hogy van-e diszkrimináció, vagy nincs, van-e szegregáció, vagy nincs, eszébe nem jutott a riporternek, hogy ennek utána menjen, és mondjuk megszólaltassa az ombucot. Mi szeretnél lenni? Én? Mentős. Mentős? És te? Gyerekorvos. Gyerekorvos. És te? Komandós. Komandós. És ahhoz sokat kell tanulni? Igen.